6000 forint volt nagymányok egyfőre jutó adóerő képessége, amikor 13 évvel ezelőtt elkezdték az iparfejlesztést a településen. Már a 700-an dolgoznak az itt letelepedett cégeknél, és több mint négyszeresére 27000 forintra nőtt az adóerő. 10 évvel ezelőtt városi rangot is kapott nagymányok, ami további segítség volt a külföldi üzemek helybecsábításához. Ezt ünnepelték hétvégén a városnapján. Az ünnepi testületi ülésen részt vett Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott, aki 2009-ben is ott volt a várossavatáson. Egy 1000 éves település megmutatta azt, hogy 10 év alatt tud annyit fejleszteni, hogy reményeim szerint, hogyha 10 év múlva újra találkozunk, addigra azt fogják tudni mondani, hogy valóban minden álmot meg tudtak valósítani. Egy olyan fejlődésnek lehettünk a tanúi, amire az elmúlt 10 évben nem sok település tudta ugyanezt az utat bejárni. Potápi Árpád államtitkár, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a körzetben 4% alá csökkent a munkanélküliség, ami azt is jelenti, hogy már nehéz embert találni egy-egy munkakör betöltésére. Karl Béla polgármester úgy látja, a jövő nagy célja, hogy a mostani 2300-ról újra 4000 fölé nőjön a város lélekszáma. Ehhez lakóparkokat kell építeni, lakóterületeket, ezeknek a szervezése már megindult, tehát a területeket rendezési terve kijelöltük. Talán már, nem merem még elkiabálni, talán már van némi vállalkozó szellem is, aki investálna és lakásokat építene, illetve lakóparkot építene, de ez még a jövő zenéje, de mindenképpen az előkészítések megvannak. Az ünnepi testületi ülésen átadták a Nagymányok Városért kitüntető díjat Stallenberger József tanárnak közoktatási, közösségi és a német nemzetiségért végzett munkájáért. Az ünneplés később koncertekkel folytatódott, fellépett Kovács Kati és a Republik zenekar is, majd tűzijáték zárta az estét.